Bemelegítenek a futók a Pécsi Egyetem rektori hivatala előtt szombaton. Ide várták azokat, akik a Fuss az autizmussal élőkért akcióra jöttek, hogy segítsenek. Az adományok az gyakorlatilag úgy néznek ki, hogy a PTE sportiroda a költségvetéséből megvásárolja előre ezeket a pólókat, felkasírozzuk és elkészítetjük, és utána itt valójában én szerintem egy szerény összegi 1500 forintért veheti meg az, aki futni szeretne, vagy aki támogatni szeretne. Nagyon sokan vannak, csak akik eljönnek, megveszik emlékbe ezt a kis pólót, és annak az összegnek a teljes egészét átadjuk majd az alapítványnak. Kékek a pólók, mert ez a színe jele az autizmusnak, mondja a sportiroda vezetője. A bemelegítés után a Széchenyi térre futottak fel az indulók a 48-as térről. Közel 3 kilométer volt a táv. Fontos kiállni azokért, akik nem tudnak magukért kiállni, és ezért jó ez a rendezvény, és úgy gondoltam, hogy elrángatom a lányokat futni. Mondta Kata, aki 3 barátnőjével együtt teljesítette a kihívást. A Pécsi Autizmus Alapítvány kapta a futásból összegyűlt nevezési díjakat. A gyermekek fejlesztéseikhez szükséges eszközöket szeretnénk tovább bővíteni, illetve olyan eszközöket kívánunk még beszerezni, amelyek jelenleg nem megoldhatók a részünkről, mert sajnos picit borsos árral rendelkeznek, valamint idén először szeretnénk az autizmussal élők részére tábort indítani, és ezt szeretnénk még az összegből megvalósítani. Az akcióban 600-an álltak rajthoz. A város főterén zenével, táncos produkcióval fogadták a célba érkezőket szombaton.